különleges vendégeket fogadtunk kedd délelőtt a Soroksári Sportcentrumban. A fradi, szerdai, BL ellenfele, a máltai, Valletta a mi pályánkon edzett. Pár méterre tőlük pedig a Soroksár, amely csapat szombaton tért haza a szlovéniai edzőtáborból, melynek keretében két magyar és egy szlovén csapattal mérte össze erejét. Ezeken a meccseken már körvonalazódott, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik a bajnokikon is nagy segítségünkre lehetnek. A kapus poszton úgy tűnik, hogy Varga Ádám és Abu Attila között fog eldőlni az egyes számú mezz sorsa. A két játékos már lassan egy hónapja a csapattal edz, ám a beavatási szertartásuk elmaradt az edzőtáborban. Vártunk rá nagyon, mert hallottuk, hogy tavaly éneklés volt, de idén szerencsére elmaradt, pedig én készültem is számmal, de mindegy, az a lényeg, hogy nem kellett bemutatni, lehet, hogy mindenki jobban járt így. És viszont az edzőtábor az nagyon kemény volt, nagyon sokat edzettünk. Szerencsére két mérkőzésen is már eléphettem, ennek nagyon örültem, és remélem, hogy a csapat tehát egybe volt, remélem így folytathatjuk majd tovább is, hogy egybe vagyunk és jól teljesítünk mind edzéseken, mind mérkőzéseken is. Nagyon jó munkát végeztünk, szerintem az edzői stáb jól felkészíti a csapatot, elég kemény volt az edzőtábor, de nyilván ennek is kell lennie, úgyhogy szerintem így meg tudtuk szerezni azt a jó fizikai állapotot, ami majd kellhet a bajnok is tartra. Én édesapám Jordániából érkezett, és sokáig itt is volt, anyukám ugye megismerkedtek, és ezáltal lettem én, és hát ezért is van ez a különleges színem. Mindig csak a labda érdekelt. És miért pont kapus lett? Nem volt egyszer az egyik edzésen egy kapusa ott, Fehérváron, és én ugye fehérvári származású vagyok, a videótomba kezdtem a labdarúgást is. És akkor beálltam, és az edzők azt mondták, hogy én többet nem álltok ki, mert nagyon jól teljesítettem. Amikor ide érkeztem, akkor ugye nagyon sok ismeretlen arc volt még számomra, mivel én sose voltam a Fradinak a kötelékében, én MTK nevelés voltam Székesfehérvár, után MTK-ra kerültem, viszont nagyon kellemes csalódás volt, és mindenki nagyon nagy szeretettel fogadott. Nagyon jó csapatot ismertem meg, mert ugye én még az előző évben azért követtem az ilyen meccs összefoglalókat, és abból kiderül számomra, hogy elég komoly csapat a Soroksári MB2-ben, és igen, mindenképpen innen tovább lehet lépni, ha olyan teljesítmény nyújtasz, ami elegendő ez. Most teljesen kicserődött a csapat, és eddig úgy veszem észre, hogy mindenki nagyon jól dolgozik, mindenki ugye be akar kerülni, ugye most feldőltek a papírformák, most bárki bekerülhet ugye a kezdőcsapatba, majd a bajnoki rajtra, és ez látszik is a munkán, mindenki ugye meg akarja mutatni a Lipcsei Peti bának, hogy ott akar lenni, és mindenki győzelemre éhes. Jelenleg ugye még a Oroszi Pisti is itt van, tehát hárman vagyunk kapusok, és úgy gondolom, hogy az MB2 az egyik legerősebb kapus mezőnye, mi rendelkezünk. Én abban vagyok, hogy egyrészt a csapatnak a teljesítménye az elsődleges, és utána majd az edzőkkel fogja dönteni, hogy ki fog védeni. Én, hogyha pályára lépek majd, akkor minden meg fog tenni azért, hogy a legjobban szerepeljünk. Hál' Istennek nagyon jó kapusokkal vagyok együtt, úgyhogy komoly harc lesz, és így az a szerencse, hogy egymást is jobb munkára sarkaljuk. Mi is ugye be akarunk kerülni, egy kapus van a pályán, úgyhogy mindenképpen ez egy pozitívum, hogy mind a két kapustársam komoly erőt képvisel. A következő játékosunk az erdélyi származású Pászka Lóránd, aki a Szeged Grosics Akadémiáról tett át a székhelyét Soroksára, és bal hátvédként vethető be. Kézdivásárhelyen ugye születtem, mellette 10 kilométerre Kézdiszentkereszten, Polyánban lakom, amire nagyon büszke vagyok. Szüleim, rokonaim még mindig ott élnek, barátaim. Aztán 14 évesen adódott egy lehetőség, hogy kikerültem Gyulára a Grosics Akadémiára. Ott 3 évet eltöltöttem az utánpótlásba, aztán ezt követte 6 év a felnőtt csapatba, amit ezúton is nyilván szeretnénk megköszönni az ott eltöltött éveket vezetőknek, csapattársaimnak, edzőimnek. Voltak szép időszakok, kevésbé szépek, de összességében azt gondolom, hogy pozitív volt az, sikeres volt az elmúlt 6 év. Aztán ugye szerződésem lejártával nem sikerült megegyeznünk, így a távozás mellett döntöttem. Adódott ez a lehetőség, hogy eljövök ide Soroksára egy hétig próbára, hál' Istennek a szakmai stábot sikerült meggyőznem, aminek nagyon örülök. Úgy gondoltam, mester, hogy a csapat segítségére tudok lenni, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek most. Igazából én világéletemben középpályást játszottam. A tavalyi év úgy alakult, hogy egy edzőmérkőzés során a bal hátvédünk, Dávid, megsérült, aztán oda kerültem a helyére,
és igazából onnastól kezdve egész évben játszottam, úgyhogy de egész komfortosan érzem magam, úgy érzem, hogy jól működik ez a dolog, úgyhogy örülök neki. Ugye az elmúlt hetek alapján mondhatom, hogy nagyon profi a stáb, túl vagyunk egy elég kemény edzőtáboron Szlovéniában. Úgy érzem, a srácok befogadtak, úgyhogy minden jól alakul. A vérmesebb szurkolóknak talán felesleges bemutatni Takács Zsombort, a 19 éves középhátvéd, szintén a Fraditól jött, és nagy erőssége lehet csapatunknak. Örülök, hogy kaptam itt egy új esélyt, és szeretnék itt is bizonyítani. Azért lesznek nehéz csapatok, de szerintem, hogyha odafigyelek, és úgy teljesítek, akkor azért szerintem ki tudok majd tűnni, és akkor az a célom, hogy visszakerüljek a Fradiás csapatához. Elég sok csapatban voltam, de szerintem ez nagyon jót tett ugye a pályafutásomnak, mert nagyon sok ugye helyen megfordultam, és ezért nagyon sok játékstílussal találkoztam, és ez szerintem így jól jött ki. Szerintem labdával magabiztos vagyok, és amikor a játékba való belépés az, ami szerintem nagyon jó bennem, de egyébként a védekezésem is jó szerintem. Igazániból nekem jók a benyomásaim, nagyon képzett csapat szerintem, amelyik taktikailag is jól össze van rakva, és nagyon várom, hogy elkezdődjön a bajnokság. Nagyon komoly csapatunk lesz, meglepetést is tudunk majd okozni, de még nem akarok ilyen nagy szavakat használni, mivel még nem ismerem így az NB2-es mezőnyt, de azt elmondható, hogy mindig minden egyes meccsen a 100%-unkat fogjuk adni, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Én nagyon pozitív vagyok, nagyon erős a keret. Igazából csapaton belül nagy a harc, de igazából semmit nem kaptam ingyen az életben, mindenért keményen meg kellett harcolni, úgyhogy szeretem a kihívásokat. Nyilván nem egyszerű bekerülni a kezdőbe, nagyon jó a keret, mint mondtam. Hát nagyon remélem, hogy egy pozitív meglepetés csapat tudunk lenni, és a bajnokság első felébe fogunk szerepelni. Úgy érzem, elég erős a keret. Hány meccset fogsz lehozni kapott gól nélkül? Az összeset megpróbálom. Jó, az legyen így. Köszönöm szépen.